Az elmúlt 63 éven magyarként Farkas Bertalan járt a Kozmoszban. Jelenleg bőven 100 fölött van azoknak a magyar eszközöknek a száma, amelyek eddig szolgálatot teljesítettek a Földön kívül. Ebben a folyamatban volt 1961. április 12-én óriási jelentőségű, amikor Jurij Gagarin személyében az első ember a világűrbe jutott, és onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy az emberes űrrepülés is bekerült az emberi tevékenységek sorába. Mostanra már 500-nál is több ember járt a világűrben, illetve jelenleg is tartózkodik fönt a nemzetközi űrállomáson, és ez nagyon, illetve a kínai űrállomáson, és ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Olyan kutatásokat, olyan ismeretanyagokat tudunk így megszerezni, például az emberi test működéséről, a gyógyszerfejlesztésekről, ami a Föld felszínen nem lehetne, nem állna rendelkezésünkre, és nem tudnánk ezeket a vizsgálatokat elvégezni. Az űrszemétről, amelyet az ember hagy hátra, egyre több forráson keresztül lehet hallani. Erről kérdeztük az űrkutatásért felelős miniszteri biztost. Ez egy komoly kihívás és egy komoly probléma a tudományos életünknek, hogy hogyan tudjuk például az űrállomás biztonságát úgy garantálni, hogy egyre több és egyre sűrűbb az a törmelékfelhő a Föld körül, a nem használt tárgyakból, már nem használt műholdakból vagy darabjaikból, ami esetleg veszélyezteti ezeknek az embereknek a biztonságát. Jelenleg a műholdakon keresztül megy át az emberek által használt szinte összes információ. Ezek az eszközök nélkül például elképzelhetetlen az áruszállításban a hajó és kamionos forgalom irányítása, így fontos stratégiai célpont is lehet. Sajnos az űrtevékenységnek van egy a tudományos békés célon túlmenően egy olyan árnyoldala is, vagy hát második feladata is, hogy itt a biztonságpolitikai kérdéseket is figyelembe kell venni. Ez az orosz-ukrán konfliktusban eléggé nyilvánvalóvá vált mindannyiunk számára, hogy milyen jelentősége van a műholdaknak és a műholdak által biztosított szolgáltatásoknak. Ezért tehát ma minden nagyhatalom és az Európai Unió maga is folyamatosan fokozott mértékben vizsgálja, hogy milyen biztonság politikai kihívásokkal szembesülünk a világűr tekintetében. Ez év végén, jövő év elején egy magyar kutató űrhajós honfitársunk csatlakozik a nemzetközi űrállomás fedélzetére.